Szeretettel köszöntök mindenkit, és én nagyon örülök, hogy ennyien vannak, mert azért tele van a terem, és ha néhányan jövünk össze, sokszor annak is örülünk, mert éljük meg örömnek azt a találkozást, és talán tudunk egymásnak átadni dolgokat. Hogy miért tartom ezt az előadást? Én egy nyugdíjas, végzettségem szerint kertészmérnök vagyok, de ezeket az előadásokat ebben a témában, és amikor cseperedtek a gyermekeim, 4 gyermekem van, hát persze már nagyok, akkor engem is foglalkoztatott az, hogy hát hogyan lehet, ugye jöttek a nyavaják náluk, nekünk is voltak nyavajáink, hogy akkor föllendült ez a természetes gyógymódok iránti érdeklődés, és engem is érdekelt, én is elmentem ilyen előadásokra, natura napokra, gyógyító napokra, ott Pesten, ilyen művelődési házakban, kisebb tanfolyamokra is elmentem, hogy tanuljak. Ami legfontosabb volt, ami legjobban megérintett, az az volt, amikor gyógyultaknak a tanítását hallgattam, vagy a könyveit olvastam. Ezek a gyógyultak általában azok a gyógyultak voltak, akik járták az orvosokat, segítettek nekik az orvosok, de igazából különösen az 50-es, 60-as években hát úgy nem nagyon tudtak nekik végérvényesen segíteni, leépülgettek, de valahogy ő bennük ott volt az akarat, hogy élni akarjanak, és az életnek a szeretete, az, ha ott van az emberben, akkor a Jóisten is ott van, és eljutatja olyan emberekhez, akik segítenek ebben. Na most ők olyan tanítókkal találkoztak, akik megmagyarázták, hogy miért betegek. Tehát nem maradtak, nem csak azt mondták, hogy kezelés szintén gyógyítgassunk, vagy kezeljünk, hanem hogy mi a betegség oka. És sokszor ilyen gondban vagyunk, hogy nincs elég információnk, nem értjük, hogy miért leszünk betegek, miért jön egyik a másik után. Kezelgetjük, de kezd az ember beletörődni, hogy hát most már a korral jár, hogy mi most már cukorbetegek leszünk, izületi betegségeink lesznek, Alzheimer-kor, és nem is sorolom ezeket a csúnya nyavajákat, de hát valóban itt vannak körülöttünk. És ami legszomorúbb, amikor látjuk, hogy a gyerekeket is már műtik, és sérülten születnek, stb. Ez elég sok szomorú helyzet. Na most ezek az emberek, akik találkoztak ezekkel a tanítókkal, akkor olyan volt, mint leesett volna valami nagy súly róluk, valami teher, megértették, hogy miért lettek betegek, és így már egész könnyű elindulni egy úton, az sem olyan nagyon könnyű, nehéz, de már amikor az ember olyan lépéseket tesz, hogy érzi az eredményeket, akkor már lendületet kap, hogy egyre jobban érzi magát, egyre kevésbé fáj a feje, dereka, lefogy egy kicsit, fél kilót, stb., akkor kapunk ugye egy lendületet, az már egy öröm, elindultunk egy úton, és akkor már könnyebb folytatni és meggyógyulni. Hát az ő tanításukat hallgattam, ők elmagyarázták, hogy hát elsősorban itt most a táplálkozás terén, hogy mi az, amit tudunk tenni, mi az, amit nem jól csinálunk, mi az, amit jól csinálunk. Mert az életünkben ott vannak a hagyományok, a szokások. És bár én ezt inkább szokásnak nevezik, a hagyomány az ősi, és az csak jó lehet, de mindaz, ami az életünkben ilyen jó-rossz szokások vannak, ezt kell egy kicsit mérlegelni, hogy mi az, amit jól csináltak eleink, és mi az, ami miatt betegek lettünk. Ha csak arra gondolunk, hogy volt például itt a falusi életben is volt egy ritmus, ugye volt munka, az elengedhetetlen volt, minden napra volt, de volt egy ritmus, egy egészséges ritmus, hogy fölkeltek korán az állatokhoz, utána megreggeliztek, munka volt, akkor ebédeltek, amikor fönn volt a nap, picit pihentek, de mentek ki, sokat nem ehettek, mert akkor nem lehet dolgozni, ugye? Időben vacsoráztak, és közben tiszta vizet ittak, és hogyha megálltak munka közben egy szilvafalat, az bioszilva volt, vagy bioalma, és már az a táplálék is tiszta volt. És mértékletesen ettek, mert ha mértéktelenül ennek, akkor nem tudnak dolgozni, akkor betegek lesznek. A munka pedig ott van, ezt el kell végezni. Tehát a mértékletesség az egy nagyon fontos, itt ebben a nagy jólétben egy kicsit elszálltunk, és csipegetünk reggeltől este, minden estig mindenfélét.
Tehát mi az, ami jó volt, és az a, kint voltak a természetben. Volt egy békesség, nem volt stressz, vagy ha gond volt, mert a stressz az egy csúnya szó, és igazából gondok régen is voltak, de hogyha van egy ritmus az ember életében, van egy nyugalom, időben lefekszik, van, amikor meg tud pihenni, vagy imádkozik, vagy templomba megy, akkor el tud csendesedni. Át tudja gondolni a gondjait, meg tudja beszélni a családdal, és megoldjuk ugye a gondokat. Olyan szép ez a magyar nyelv, azt mondja, hogy jönnek a gondok, és azt meg kell oldani. És mivel? Hát gondolkodással. Az ember gondolkodó lény. És az utol, ezt mondjuk tudok, nem mondok ezzel különlegesen, de igazából ebben a rohanó világban egy kicsit olyan hívők lettünk, kénytelen, kelletlen, mert jönnek a bajok, és elhisszük, majd kipróbálunk ezt, kipróbálunk azt, sok-sok pénzért, mert mondta Juliska néni, meg a Pali bácsi, hogy próbáljuk ki, megy a pénz, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a betegségünk oka. És ezek a próbálkozások vagy sikerülnek, vagy nem. Ideig, óráig tartanak, vagy hosszabb ideig, de nem értjük. És az a jó, hogyha megértjük, hogy mi a ok. Hát mik a betegségünknek az okai? Persze, hogy hangsúlyozzuk, hogy a lelki milyen sokat számít. Valóban. De majd levezettem azt, hogy egy olyan idegbajos társadalomban vagyunk, olyan idegbetegek vagyunk, hogy ez kihat a lélekre. Tehát nem biztos, hogy ott kell kezdeni, vagy ott lehet. Sok ember próbálja ott, de hogyha nagyon beteg és akár idegbeteg, vagy az egész gyomra már úgy működik, ugye, hogy ideges, vagy, és nem tud nyugton táplálkozni, vagy az egyéb gondok ugye ráteszik a súlyt az életére, akkor hiába győzködünk, hiába megyünk ugye meggyónni, hogy idegesek voltunk a párunkkal, újra előjön és újra előjön, mert az egész szervezetünk ideges, mert meg akarunk felelni, és nincsen, fölpörögtünk, és elromlott a szervezetünk, nem működik jól, nem működik nyugodtan. Tehát a jól táplált szervezetnek jól kell működnie. Hát ez az örök életre vagyunk rendelve, ez egy érdekes dolog. Tényleg lehetnénk sokkal hosszabb életűek, és csak úgy szépen egyszer 120 évesen elaludni, ez lenne az ideális, ugye? Tehát fölpörögtünk, és egy ilyen hívő gondolkodásunk alakult ki. Ehhez hozzájárul az is, hogy már gyerekkorban egy kicsit ez a poroszos nevelésünk azért olyan volt, hogy te kis gyermek, te kis butuska, apuka, anyuka mindent jobban tud, a papbácsi is mindent jobban tud, a tanító is. Egy kicsit nem jutottunk szóhoz, ugye? És bizony a gyermekre már sokszor most egyre jobban odafigyelünk, azért, hogy nekik is vannak jó gondolatai, megérzései, ugye, és nagyon fontos, hogy a mindannyian egyéniségek vagyunk, tehát, hogy oda kell jobban egymásra figyelni. Nem lehet egy kalap alá venni, hogy... És ugye a vallás is egy kicsit ugye ilyen csoportokat képez, tehát az egyénnek a kifejlődését nem mindig segítette. Tehát ez akármi lehet, ugye egy kommunista vallás is, hogy ugyanúgy ugye csoportokat alakít ki. És most kezd újra az, hogy kibontakoztassuk az egyéniségünket, mert az megnyugtat minket, ha ki tudunk bontakozni. És ez nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy mi gondolkodó emberek vagyunk, nem hívő emberek. Akár vallásos megközelítésben, hogyha a János evangéliumát elővesszük, ott van az elején, hogy ugye a vallás maga az hitre alapul, amit nekünk tanítottak. De János azt mondja, hogy kezdetben vala az ige Istennél vala, és Isten vala az ige. És én a gyerekkoromban abszolút nem értettem, hogy mi ez, értetetlen rész, de felnőttként elolvastam alul, hogy hát az ige a görögből fordítva a logosz az értelmet, gondolkodást jelent, tehát az ember értelmes, gondolkodó lény, és egy kicsit az elmúlt évszázadokban olyan hívő embereket neveltek belünk, és ezért kicsit úgy megyünk az árral, hogy a professzor biztos jobban tudja, ha azt mondja, hogy meg fogok halni, akkor biztos úgy van, de nem biztos, ugye? Egyre többet találkozunk olyan helyzetekkel, hogy meggyógyulnak emberek. De még mindig ott tartunk, hogy ha 100-ból 2 meggyógyul, akkor van, aki azt mondja, hogy jaj, hát az a 2, az biztos véletlen, nem hiszi el. Az okos meg azt mondja, hogy megkeresem azt a 2-t, te hogyan gyógyultál meg? Tehát
valamit tud, valamit hallott, valamilyen úton elindult, akkor tehát egy kicsit utána kell járnunk, hogy mit kell csinálni. Na most az orvoslás az természetes, hogy egy csodálatos dolog, életet ment minket a mentővel, a műtéttel, az allergiákkal, a szívproblémákkal, tehát életet mentenek, kezelnek, megmondják, hogy mi a betegségünk. Itt ott kell majd váltani, hogy az rendben van, hogy ő megteszi a maga tennivalóját, az orvos, amit megtanult, elvégzi, viszont én vagyok felelős az életemért. Nekem folytatnom kell azt a gyógyulást. Tehát, hogyha ő azt a gyulladást csökkentette a tüdőmben, rendben van, de nekem ki kell pucolni azt a szervezetet, ki kell tisztítani, mert ott kórokozó van. És az a kórokozó, hogyha továbbra is ugyanúgy eszem, hiszen azért lettem beteg, mert valamit helytelenül csinálok, akkor újra kiújul az a betegség, és akkor szeretjük azt mondani, ó, hát én hajlamos vagyok, meg a nagypapa is, ebben halt meg, stb. Stb. És nem gondolunk arra, hogy egy szokást vittünk tovább, egy életmód és táplálkozási szokás, és ott kell egy kicsit mérlegelni a dolgokat, hogy mi az, ami helyes volt, mi nem. Nagyon sok jó szokásunk volt, de van, amin hát el kell gondolkozni, hogy hibás volt. Na most táplálkozás szempontjából a szervezet az összes tápanyagot, ami az idegrendszerünknek is ugye rettentően fontos, az táplálékkal visszük be. Tehát mindenképpen fontos. Na most az, hogy a test és a lélek együtt van, azért a lélek az fontos, hogy dolgozzon, és hittel álljak neki valamit, de legjobb, ha tudással állok neki, az a megnyugtató. Azért nem mindegy, hogy lemásoltam azt a számtan példát, vagy meg is értettem, és én oldottam meg. Tehát jó, hogyha értjük a folyamatot, hogy mi zajlik a szervezetben. Tehát mindenképpen tápláljuk a szervezetet táplálékkal. Na most itt az a fontos, hogy mi hogyan emésztődik meg, ez az egyik nagyon fontos dolog, a másik, hogy mi hogyan szívódik föl. Tehát amikor a kapszulákat kapkodjuk, mert ebbe, mit tudom én, szelén van, ebbe az van, amaz van, ez kell, amaz most már vehetnénk 150 féle kapszulát, mindegyikben van valami értékes ásvány is, de ez kibírja, és az összes vívóanyagot hozzá. És miért pont az kell nekem, mint ami a Julcsa néninek? Nem biztos. Ilyen egyéni ugye, vizsgálatokat nem kapunk, hogy mi személy szerint hát hogyan állunk ásványi sóval, meg egyebek vitaminokkal. Na most ez a táplálék, hogyha bejut a szervezetbe, akkor az a fontos, hogy megemésztődjön. Tehát egy fontos, hogy jó legyen az emésztésünk. Most azt már mindenki tudja, hogy eszem valamit, vagy azért, mert valamit nem tett jót, egy zsíros étel mondjuk, vagy többet ettem, azt érezzük, hogy valami baj van, puffadás van, feszítés van, hasmenés, székrekedés, tehát valami ott nincsen rendben. Nagyon fontos, hogy mennyit eszünk, és ez megint egy kicsit egyéni, mert mindannyiunknak másképp működik jól a sósav termelés a gyomorban, vagy az emésztő enzimek, a hasnyálmirigy, az epe, kinek gyengébb, kinek nem. Tehát ezt magunk érezzük, hogy na most többet ettem, ezért tökéletlen volt az emésztés. Vagy az megfájdult a fejem, mert zsírosra tettem. Tehát arra kell figyelnünk, hogy mindenképp az első lépés, rögtön mindent nem tudunk ellenőrizni, hogy a mennyiséget visszavesszük. Gondoljunk eleinkre, hogy mértékkel kellett enni, és hogy mi az, ami segít ebben. Hogy fölkészültek az ebédre. Fölkészültek arra, hogy mi lesz ebédre. Mert a férfi is tudta, hogy na, mit főz az asszony, már arra csorgott a nyála, azt képzelte el, arra készült, megitta még a néhány pohár vizet, ami a munka után a teste megkívánt, és szép nyugodtan leült az asztalhoz időben. Délben, amikor fönt van a nap, és legerősebb a tűz, az emésztő szervek is akkor működnek a legjobban. És megnyugodott, és tudta, hogy mire készül. És szép nyugodtan csöndben evett. Magyar ember evés közben nem beszél, ugye ez a szólás. Mi pedig mit csinálunk? Sokszor azt se tudjuk, mi lesz az ebéd. Van 5 percünk, kapkodva leülnek a munkánál, borzalmasak ugye a munkahelyi étkezések.
és kapkodva elkezdünk enni. Vagy ha utána még van idő, akkor hirtelen akkor jön meg az étvágy, és akkor kiveszünk még két tányérral. És akkor meg sok lesz. Tehát nagyon fontos a fölkészülés, hogy vegyük szentnek azt a táplálkozást, hogy ami táplálja a lelkemet, amivel el kell számolnom, hogy jól tápláljam. Mert ezen múlik, hogy utána hogyan működik majd az idegrendszerem, az összes szervem, nyugodt leszek-e vagy sem. Tehát nagyon fontos, hogy készüljünk. Ilyenkor, ha gondolunk az ételre, akkor már megindulnak az emésztőnedvek termelődése. Jó ilyenkor inni előtte. Kell is, ugye, mert két étkezés között sokat kell innunk, sok vizet elsősorban, és akkor megindulnak az emésztőnedvek. Gondolunk az étkezésre, étvágy lesz. Lesz elég emésztőnedv? De hogyha én hirtelen ülök le, akkor nincs elég emésztőnedv, ugye? Ha gyorsan eszem, meg se rágom az ennivalót. Hát a szájban már előemésztés van. Ezért kell lassan és csöndben enni. A keményítőnek az előemésztés a szájban történik. A rágás egy alapvető, de a nyálban vannak a keményítő enzimek. Na most, ha valaki gyorsan eszik és nyel, mint kacsanókedlit, ugye, akkor túlterhel a masnyálmirigyet, azokat az enzimeket. Nem volt előkészítve a keményítő. Hát akkor már puffadásnak egy ok. Tehát nyugodtan enni, jól megrágni. 30-szor, 50-szer kéne egy falatot, tehát időt szánni, fontos az életünkben az evés. Legyen az örömteli is, ugye? Mert boldogságra vagyunk teremtve. Legyen az örömteli, kedvünkre való, terítsük meg szépen az asztalt, mint régen. Legyen azon egy abrosz, ne csak a nejlonra tegyük a tányért, ne csak oda dobjuk azt az evőeszközt. Tegyünk oda, készítsük oda a vizet is. De hát csak keveset ígyunk, evés közben erről majd beszélek, de azért legyen ott, és a nyugalom. És hogyha valami probléma van, beszéljük meg délelőtt, vagy beszéljük meg délután, ne akkor. Akkor kedves dolgokról beszéljünk. Ha úgy érezzük, hogy ez nehezen megy, akkor előtte próbáljuk meg elintézni. Bár teli gyomorral már nyugodtabb az ember, tehát lehet, hogy a problémákat jó akkor rendezni. Tehát erre figyeljünk. Végül is ilyen egyszerűen már tudunk segíteni valamit. Nem kell rögtön bilagít, nem kell rögtön akármilyen gyógyszer, hogy nekem az emésztésem jó legyen. Nyugalom. Tehát rend volt, kiegyensúlyozott élet, mértékletesség, nyugalom, szent volt a táplálkozás. És akkori keresztény szokásokkal pedig keresztény imát mondtak. Lehet saját áldást is kérni arra az ételre, vagy egy picit csak megállni, hogy jaj, de jó, most megpihenek, és valami finomat készítettünk. Na most az előemésztés ugye a szájban történik, keményítőjét. Tehát nagyon fontos, hogy megrágjunk mindent. A gyerekeket ne siettessük. A gyerek azt tudja, hogy lassan kell lenni. Még érzi. Mi meghajtjuk őket. Az öregeknél nincs fog, akkor meg azért ne hajtsuk őket, vagy ha már rosszak a fogak. Tehát szép nyugodtan enni, csócsikálni, mert ugye akkor a nyállal keveredik, és akkor már megvan az előemésztés. Mert a folytatáshoz kell hasnyálmirigy enzimje, de akkor, ha nincs előemésztve, akkor ott kínlódás lesz. Tehát ilyen egyszerű dolgok, rágjuk meg az ételt, és nyugodtan együnk. Aztán bekerül a táplálék a gyomorba, ugye ott a sósav, és a fehérjéket bontja elsősorban, aprítja, meg a zsírokat csapatja szét. Tehát nagyon fontos, hogy legyen elegendő sósav. Na most, hogyha én mértékkel eszem keveset, ahogy az indiai tanítás azt mondja, hogy annyit együnk egyszerre, amely a markunkba fér, de legfeljebb, ami a két markunkba, tehát a mértékletesség nagyon fontos. Ezt tudja jól ugye a gyomor mozgatni, forgatni, bejáratni ott a enzimekkel és a sósavval. És kell a sósav. Ugye a refluxnál mondják, hogy savlekötő. Na, erről is majd beszélünk. Na most, hogyha én többet eszem, és ez a sósav, meg az enzimek nem tudják ezt kellően előkészíteni a bélbe, akkor beindul egy puffadás. És ez a puffadás föllögheti a gyomorszájat.
és föllöki ezt a savas maszatot, ugye? Amit a gyomor bír, mert a saválló, hát a nyelőcső nem erre van alkotva, persze, hogy az marja. De ez akkor történik, amikor kevés a sav ahhoz az ételmennyiséghez, és mit kapunk? Savlekötőt. Persze, marja, de a megoldás mi? Ha ilyen tünet van, az azt jelenti, hogy többet eszem, mint amit az én sósa van, meg emésztő enzimeim meg elő tudnak emészteni. Tehát itt már azzal segítünk, hogy mennyiséget csökkentjük, lassabban eszünk, és hát ott ugye a zsír, meg a fehérjék, ezeket csökkentjük egy kicsit. Tehát a mennyiséget mindenképp. Tehát azt meg kell, hogy tudja emészteni, és akkor nem fogunk fölböfögni, mert tökéletes lesz ott az előemésztés. Tehát a reflux mögött ez van. Tehát lehet refluxos gyógyszereket szedni, addig, amíg ezek a tünetek eltűnnek, azért megnyugtatja az embert, ugye? De rögtön folytassák ezt a kezelést, ez az orvosi kezelés, de felelősek vagyunk magunkért, tegyünk a gyógyulásunkért, kevesebbet teszünk, és kicsit diétásabban, ne legyen olyan zsíros, ne érjen olyan fehérjedús, szépen több rost legyen benne, ugye azt hallottuk már, hogy a saláták, zöldségekben nagyobb a rost tartalom, tehát inkább azzal telítsük, kevesebb legyen az a hirtelen zsír meg fehérje, és az összes mennyiség, akkor a reflux nem fog újra előjönni. Azon kívül nem össze-vissza eszünk, ugye, hanem maximum háromszor. Mert a szervezet jelez, hogy elkezdünk nasolni, ugye? Hogy jelez, hogy nem fejezzük be az előző emésztést, mert új kaja jött, ugye? És akkor arra fókuszál. És az előző nem lesz tökéletesen megemésztve. Tehát két étkezés között, tehát reggeli, ebéd és vacsora között, csak ígyunk, aztán egy felfrissítő gyümölcstálat, előrakhatunk valami gyümölcsöt, együnk, ami jól esik, alma, körte, vagy gyümölcslét iszunk, sok vizet, de az étkezéseket, az emésztést ne zavarjuk meg, mert azért az 3-4 óra, míg a emésztés megtörténik, és akkor a reggeli megemésztődik, és akkor délbe nyugodtan leülhetünk az ebédhez. Tehát a mennyiség. Na most ez a sósav, hogyha elkezd bugybolékolni, ugye, és ahogy föllöki a nyelőcs, a gyomorszájat, föllöki ezt a folyadékot, és marja a nyelősövet. Ugyanúgy ez meglökheti a szívcsüsköt is, és csinálhat infarktusos tüneteket. Tehát a gyomornak a puffadása. Úgyhogy figyeljünk oda. Erre érdemes odafigyelni. Nekem volt ilyen, még gyerekek kicsik voltak, jól beettem mákot, mindent, még kivételesen le is feküdtem, azt hittem, hogy jár nekem. És akkor elájultam kétszer. Egyszer volt az életemben ez, de szegény férjem karjába elájultam kétszer. Szegény oda volt. Aztán nem találtak különösebben semmit a szívemnél, egy idő után mondták is, hogy ne törődjek vele, nem is volt semmi. És én visszaemlékeztem, amikor hallottam erről előadást, hogy hoppá, hát én akkor direkt több máktölteléket csináltam a pitéhez, mert annyira jó, és mi rájártam a hűtőre, hogy ott a konyhában mi asszonyok, ugye sürgünk, forgunk, minden maradékot megeszünk. Túlettem magam, és nekem infarktusos tünetet okozott. Tehát vigyázzunk, ennyi. Vannak az élő példák. És akkor a táplálék tovább megy a patkóbélbe, oda folynak be az epe, a hasnyálmirigynek mindenféle emésztőenzime, a zsírbontó, fehérjebontó és a szénhidrátbontó enzim. Na hát itt ezek dolgoznak rendesen, mindazt, ami elő van emésztve, azt könnyebben tudják emészteni, nincs előemésztve, hát akkor megint folytatódik a puffadás. Most egyet kell megjegyezni, hogy ha én többet eszem, mint amit az én emésztőrendszerem bír, ami emésztetlenül marad, azt el kell bugyogni, erjedni, ha a szénhidrát, különösen amíg alkoholt is iszunk rá, meg a cukros süteményt ráesszük, a fehérjék meg elkezdenek rohadni, és mind a kettő egy úgynevezett savas közeget teremt. Na most a bélben, a patkóbélben pedig lugos, enyhén lugos,
Patkó bélben erősebben lugos, a többi bélszakaszban enyhén lugos a közeg, az kedvez a bélflórának. Akkor érzi jól magát a bélflóra, ami enzimeket termel, meg vitaminokat termel. Viszont, hogyha olyan táplálék megy, nincs jól megemésztve, ez az erjedő, rothadó maradék kerül oda be, akkor savasodik a közeg, és ez a bélflóra visszaszorul, mert nem tud benne jól élni. Viszont ha átkerül valami kórokozó, az szereti a savas közeget, ugye a gombák, baktériumok, vírusok, férgek, és azok meg jól élnek, persze. És akkor ott megülnek a beleinkben ezek a kórokozók. És akkor őket etetjük, hogyha folytatjuk ezt a savas étkezést. Tehát itt azzal tudunk segíteni, a mennyiséget visszavesszük, hogy tökéletes legyen az emésztés, és persze, ha már kevesebb, akkor minőségben majd kell váltani jó irányba. Tehát akkor bekerül a bélbe ez a táplálék. Na most, hogyha kevés a savunk, visszatérve a refluxra, ahol ugye pont az a baj, hogy kevés a savunk, ahhoz az emésztéshez fölböfögünk, ha kevesebb a sav, akkor nem segít abban, hogy ez a sav a kórokozókat is pofon vágja. Tehát ami átmegy a gyomron, a hússal, vagy valamivel bekerül, akármivel, tojással, vagy akár épp a zöldségen, akkor ezt azért pofon vágja az a sósav mennyiség. Na most, ha kevés a savunk, és még savlekötőt is szedünk, akkor még könnyebben jut be a kórokozó. És ez a kórokozó aztán ebben az elsavasodott bélrendszerben, köszönjük szépen, olyan jól van, hogy mivel enyhe a bélmozgásunk is, ahogy így öregszünk, nem mozgunk eleget, meg hát idővel mindenkinek ugye renyhül, akkor ott leülnek oda a kis redőkbe ezek a kis maradványok, és akkor beülnek ezek a kórokozók, mi megetetjük, ugye, és akkor csodálkozunk, hogy aztán ilyen képleteket hoznak létre, mert gombák és férgek okozzák azeket a kis mióma, meg egyéb daganatos képleteket maguk közül, és ha etetjük, akkor ezek nőnek. Ha nem etetjük, visszafejlődnek. Tehát ez nagyon érdekes. Nem kell etetni. Majd ez lesz a végső üzenet, ugye, hogy ne etessük a kórokozókat, hanem a természetes bélflórát, és ha már ez megsérült, ugye, akár egy antibiotikumos kezelés miatt, akár a helytelen táplálkozás miatt, akkor ugye a probiotikumokkal ezeket pótoljuk, de akkor érdemes már egy olyan táplálkozással magunkhoz venni a probiotikumot, hogy az tényleg az ott meg is maradjon. Tehát nem csak proforma, hogy na most én az antibiotikum után veszek probiotikumot, és ugyanúgy eszem a csülkös bableves sok zsírral, akkor nem sokáig fog ez hatni, csak a pénztárcánk fogja hát megérezni, ugye ezeket a drága készítményeket. Most ezek a kedves kis lények aztán bekerülnek ugye a bélbe. Na most a táplálék itt azért ugye megemésztődik, most vegyük azt, hogy megemésztődött, bekerül a bélbe, itt még enzimek ugye dolgoznak, vitaminokat termelnek, illetve bélflóra termel még enzimeket, meg vitamint, ezért jó, hogyha kedvező nekik a kémhatás, és innen történik a felszívódás. A lebontott anyagok kerülnek be a vérbe. Na most a vér nem savasodhat el. A vér az tartja azt a lugos pH-ját, hogyha abból minimálisan kibillenhet, ez egész pontosan 7,365 a pH-ja a vérnek, ebből 7,3-7,4 között úgy kibillenhet még, ha betegek vagyunk, de akkor vissza is fog állni. Ha kibillen ezen kívül, akkor meghalunk. Tehát a vérnek az nem savasodik el. Nem savasodhat el. Na most mit csinál, hogyha a vérbe bekerül a tápanyag, de egy savas közegű tápanyag jut be? Akkor ugye megy az agynak az üzenet, hogy baj van, kérek egy kis kalciumot, magnéziumot, bázikus anyagokat, hogy közömbösítsük ezeket a savakat. Hát honnan veszi? Nem a lerakódott meszet fogja elvenni, hanem az élő kell neki. A fogunkból, a csontunkból, az erek elvékonyodnak, pattannak a szalagok, törnek a csontok, porcok kopnak, az idegek is sérülnek, és pattannak az idegek. És ez az, amikor
és az ideg rendszer vezérli a szervek működését. Ugye a gerincből, a csigolyák mellől indulnak ki az idegpályák a megfelelő szervekhez. Ezek is pattannak. Tehát ezzel az elsavasodással eljutunk oda, hogy elkezd minden kopni, és az idegrendszer azzal, hogy sérül, nem fogja jól vezérelni a szerveket, és mi baj, és a látványos az, amikor repülnek a tányérok, veszekszünk, és nem szeretnénk, de azért idegesek vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy a táplálkozásunkat változtassuk, mert hat az idegekre, és az ideg és a lélek azért találkozik. Tehát az orvoslás is ugye foglalkozott azzal, hogy az egész immunrendszerünk is ugye sérül ilyenkor, mert ez a szerveknek a jó működése, a jó immunrendszer. Ezek nem jól működnek, az az immunrendszernek a gyengülése, nincs összehangolt mozgás. A kapcsolat akkor persze, hogy nem jó az ellenálló képesség. De aztán vannak még külön ilyen autoimmunbetegségek, arról még majd külön beszélek, majd most, majd legközelebb. Tehát az idegrendszer sérül, az nekünk nagyon káros, ezért kell odafigyelni, hogy ez ne történjen meg, és mindent vissza lehet fordítani. Szóval a teremtő azért fantasztikus, és a teremtés és a természet, hogy olyan jeleket ad nekünk, hogy jelzéseket, hogy ember vigyázz, valamit nem jól csinálsz. Tehát régen a gyógyítók, vagy meg az anyák is jobban értettek ezt, tehát látszott már a gyereknek a bőrén, a tekintetén, a később a hajminőségen, ugye most már annyiféle ilyen diagnosztikai vizsgálat van, tényleg az íriszen, a haj állapotán, van skalp diagnosztika, ugye, hogy kinek hogy kopik a haja, az is utal a betegségekre. Vagy ott van a reflex, talpreflex vizsgálat is, a gerinc alapján is lehet ugye diagnosztizálni. Tehát anélkül, hogy belénk nyúlnának, azért lehetett régen diagnosztizálni. Vagy az öregkorban megjelennek ezek a barna foltok. A májfoltnak hívták, tudták ők nagyon jól, hogy ilyenkor a máj gyengébben működik, és mivel a máj, ha nem méregtelenít jól, a bőr felé dobja ki a méreganyagot, megjelennek ilyen foltocskák. És ezt mind tudták. Mi meg ebből a világban, hogy majd más ember oldja meg. Tehát kialakult ez a szakember világ, hogy különösen emlékeznek, talán a kommunizmusban volt az, hogy nem kell neked semmit csinálni, mert ingyen van a betegellátás, ingyen van a kórház, ingyen van a tanítás, kapsz lakást, olcsóbban Trabantot, és csak ülj le a tévével, és hidd el, amit mondunk. És ugye hát a televízió az csupa vízió, nem az igazság. Tehát egy ilyen ördög, ilyen hitvilág alakult ki, és majd a szakember megmondja. Ugye? Ebben nőttünk föl. Hogy te nem tudsz semmit, a fehér köpenyes az Isten. Ugye? Szóval ő is ember, vannak fantasztikus orvosok, de hát ő is ember, viszont én vagyok felelős az életemért. Tehát ezt kell egy kicsit a gondolkodásunkat összerakni, hogy ez a szervezet nagyon fontos, hogy jól működjön, kihat a lelki, szellemi életemre is, hogyha én nyugodt vagyok, ha nem fáj valami, vagy ha már csökken egy kicsit egy fájdalom, egy gyomorfájás, akármi, vagy nem fáj annyit a fejem, mert nem kínzom az epémet, egy csomó fejfájás az epe és vese eredetű. Igen, és döbbenetes, hogy a fejjel foglalkoztak régen, valakinek fejfájása volt. Édesanyámnak is 20 évig nyújtották, mindent csináltak a fejével. 20 évvel később majd meghalt epegőrcsbe. És utána megszűnt a fejfájás. Csak azt a 20 évet az nospával élte végig, és sok munkával. Tehát ez a tünet, a fejfájás. Általában a fej, legritkább esetben oka a fej. Hát van, amikor ugye lehet ott egy daganat, de azért a korai fejfájások mögött rossz emésztés van, illetve hát a méregtelenítő szervek nem működnek, jól zsugulnak a vese is, akkor az fejfájást okoz, ezzel jelez. Vagy a kevés víz. Amikor a vizet veszít a sejt,
akkor nagyon szépen leírja a Betmangali Perzsa orvos a Testünk vízét kiált című könyvben, hogy kevés vizet iszunk. És akkor a sejt ahonnan tud elvont vizet, és hisztamin termel, közben az meg fejfájást okoz. És szépen ezt a fejfájást, amit ez a hisztamin okoz, lehet megnyugtatni, hogy vizet leüzök nyugtan, nyugodtan, és iszom a vizet, iszom a vizet. Egy kicsit, ha valakinek leesik a vérnyomása, egy kis kávéval megsegítheti, ugye? De szépen sok-sok vizet, híg kávét, vagy ha kávé előtt után vizet, akkor szépen az alacsony vérnyomásnál, magas vérnyomásnál ott pedig ugye sok folyadék, hát ott oda kell figyelni a ereg szennyeződésére. Na most a táplálékaink mik ehhez? Na most már itt végigvettem a kórokozókat, ugye elmondtam a bélbesz, hogy ezek képleteket hoznak létre. Na most nagyon fontos az is megint, mert mindennek a vége az legyen, hogy minden visszafordítható. Szóval ez a teremtésnek a csodája, hogy kaptunk jeleket, és minden visszafordítható. Most például kialakul egy rákos daganat, ugye, aminek egy szarkóma, jó kis nyúlványai is vannak a szervezetben, és hogyha az orvostárs meglátja, és hát tényleg az nyom valamit, kiveszik ezt a szarkomát, de a nyúlványok ott maradnak. És ugye, hogyha én nem változtatok az étrendem, és tovább etetem ezeket a kórokozókat, amik ezeket a képleteket akkor persze, hogy úgymond áttételes lesz. De akkor szól az orvos, hogy mi kivettük ezt a daganatot, de most aztán egy szigorú diétát tessék csinálni, amíg ezek a kis nyúlványok megdöglenek, akkor az a gyógyulás. Ezt már nekünk kell meglépni. Tehát ő életet ment, stb. De nagyon érdekes belenézni, aki interneten néz, lehet, hogy már ismerik is a germán medicinát, ott Hamer doktor fedezte föl a germán medicinát, és annak kapcsán, hogy a fia, egyetlen fiát nem tudta megmenteni egy hónapos, hát ilyen műtéti egyéb beavatkozásokkal, és meghalt a fia, és nem sokkal utána hererákot kapott. A kollégáik megműtötték, de elkezdett gondolkozni, miért pont hererákot. És elkezdte járni a betegeket, a rákbetegeket. És beszélgetett velük, hogy milyen konfliktusai voltak előtte, a műtét előtt, a betegség előtt. És hát ő, mint orvos, még ráadásul ezt nagyon, ebből a germán medicinának ez az alapja, hogy a konfliktusok besegítik ezeknek. Lehet, hogy ott van már a képlet valami miatt, mondjuk egy helytelen táplálkozás vagy életmód miatt, de a konfliktus helyzetek úgy belökik ezeket. A feszültség. Ugye nem működik jól a szervezet, mert feszültség van bennünk, nem tudjuk megoldani, vagy nem akarjuk megoldani a konfliktusokat, és ez rásegít a daganatra. És a daganat elkezd nőni. És azt mondta, hogy ha beszélget az orvos, megkérdezi a betegtől, hogy mi a gondja, mi volt a gondja, hogy lehet ez egy gyász, munkahelyi probléma, szerelmi konfliktus, stb. Gyerekelvesztés, bármi. És segít abban, hogy ő ezt elfogadja, föloldja ezeket a konfliktusokat, már megnyugszik ez a képlet. És akkor utána én hozzáteszem, hogy és még teljesen vegyem el azokat a táplálékokat, amik ezeknek a kórokozóit etetik. És akkor az szépen. Tehát a test és lélek így dolgozik, csak együtt. És ki hol kezdi? Mert van, aki lelkileg kezd el ezzel foglalkozni, vagy utána olvas szellemileg, és úgy indul el egy úton. Van, aki nagy bajban van, kénytelen egy testi kúrát tartani, egy böjtöt, egy szigorú böjtöt, gyógyító, tisztító kúrát, vagy gyógyító böjtöt, és ezen az úton indul el, és hálát ad a Jóistennek, hogy elindult, és így fog lelkileg, szellemileg aztán ugye emelkedni. És ez valahogy úgy van, hogy ez együttműködik, és akkor mint egy spirál emelkedünk szépen fölfelé, hogyha ezt megértjük, és kezdünk vele foglalkozni. De most mik a mi táplálékaink? Hát az alapvető táplálék. Az ember nem halászó vadászó. Szóval ezt a paleo táplálkozás ezzel kezdi, itt van egy nagy bökkenő az egészben. Az ember eredetileg nem halászó vadászó, de azért egy kicsit nevetséges is, hogyha kezdetlegesnek vesszük mondjuk az embert, akkor először azért csak gyűjtöget, nem? Meg eszi a
Na most a másik, hogy ezt ismerte. Tehát buta nem lehetett, mert ezt érezte, tudta. Tehát az ember egy teremtésben is egy gondolkodó, értelmes lény volt, és növényi táplálékon élt. Annak oka volt, hogy kialakult a vadászat, halászat, eljegesedés, stb. És aztán valahogy úgy maradtunk, és egyre több lett az állati fehérje táplálék arány a táplálkozásunkban, és azóta vannak egyébként a betegségek is. Tehát nagyon érdekes, mondjuk én foglalkozom a régebbi tanításokkal is, a védikus tanításokkal, ami régebbi, mint a vallásos, a keresztény vallásos tanítás, de benne van azért a Bibliában is az, hogy a táplálékot kaptuk a Teremtés könyvében, maghozó füveket és a gyümölcsök, a fák gyümölcseit. Ezt húsvétkor szokták fölolvasni, jó hosszú akkor az evangélium, mindenki alig várja, hogy vége legyen, hogy leülhessen, és nem figyel. Ott van, hogy táplálékul kaptuk a maghozó füveket és a fák gyümölcseit. És az adventista keresztények, azok nagyon érdekesek, a Biblia alapján vezetik le, hogy ők miért élnek növényi táplálékon. Növényekben minden megvan. Tehát, hogyha valaki például gyógyítani szeretné magát, nyugodtan áttérhet a gyógyulás ideje alatt növényi táplálékra, mert minden megvan a növényekben. A gyümölcsök ott vannak garmadával, ugye, télen-nyáron, télen aszalva, stb. Ott a zöldségek, nagyon sok van, zöld levelek, erről külön fogok beszélni majd, ha legközelebb jövök, nem? Zöld levelek. A gabonafélék, amiket támad ugyan a paleó, de el van rontva, meg okozott betegségeket, de nem a gabona az oka. És a hüvelyesek is ugye ott vannak, babfélék, borsófélék, tehát hogy van, és a magvak, ugye, hát ugye nagyon sok mindent fogyaszthatunk, és ezekben minden megvan, amire az embernek szüksége van, a fehérje is. Na most a fehérjénél mindenki arra asszociál, hogy a fehérjéről van szó, hogy hát van a hús, a tej, a tejtermék, a tojás. És nem tanítják, vagy most már egyre jobban azért mondogatják, de úgy mértékkel, hát a növény tele van fehérjékkel, és méghozzá olyan fehérjékkel, ami sokkal könnyebben szívódik föl a szervezetbe. Azon kívül fehérjére nincsen olyan sokra szükség. Tehát a WHO is kimondja, hogy egy minimális mennyiségre van szükség az embernek, kimondottan fehérjére, és ezt nem mondják, nem mondja az orvoslás. Most a WHO adata szerint, de mondom a háború előttét, az egy kicsit több volt, 1 gram testsúlykilogrammonként, ugye átlagban naponta. Ezt már a 40-es években gazdasszonyképző könyvekben leírták. Akkor most miért nem tudunk róla? De a WHO már visszament 0,75-re, akik növényi táplálékon vannak, azt mondják, hogy elég kevesebb is, akik komoly munkát végeznek. Tehát fehérjére kell a sejtépítő, ugye folyamatosan halnak el a sejtek, kellenek a fehérjék, és egy nagy tévedés még, hogy az ad nekünk energiát. Hát egyértelmű, hogy a sejtnek a cukormolekula ad energiát. Ezt is tanultuk annó. Ugye az a cukormolekula, hogyha egy futó versenyzőnek mit adnak? Szőlőcukrot. Leggyorsabban felszívódó energia a gyümölcsből, szőlőből, a szőlő és a gyümölcscukor, ezért frissülünk föl, például elfáradunk és leülünk egy tál eperhez, vagy cseresznyéhez, vagy almához, akkor fölfrissülünk, nem csak a vitamin miatt, hanem ez a cukor gyorsan szívódik föl, nem kell már lebontani, ugye? A szénhidrátból pedig lassan ad energiát, mert reggel megeszem az apelykását, vagy a magvas kenyeret, és az nekem energiát ad délig. Délben megeszem a tésztás, krumplis, rizses ebédemet, zöldségekkel, és az ad nekem energiát estig, mert az lassabban bomlik le. Tehát energiát a cukormolekula ad. Azt termel egy anyagot, az ad a sejt, aztán ezt adenazin trifoszfátot, és az ad nekem energiát. Ez az alapja. Hát persze biztos sokkal bonyolultabb a biokémiája a szervezetünkben. Ugye ez az alapja. Energiát ez ad. És eleink nem zabálták azért úgy a hús, mint most, meg a tejterméket. Ez a jólétben alakult ki, meg ez a nagy receptőrület. Mindenben van 60 féle fehérje. Még megnehezítő dolgot, hanem köleskását ettek,
kásákat ettek napközben. Aztán utána a disznóülés egyszer volt egy évben télen, ugye? És nem az, hogy most lehet mindig, mert van hűtőszekrény. És akkor nyáron is bemegyünk a hűtött szobába, és esszük a téli ételt, és akkor kimegyünk az ajtón, akkor pedig szívrohamot kapunk. Hát ezt nem lehet csinálni. Nekünk a természettel együtt kell élni. Mindig azt tenni, amit a természet ad. És ad. Bőven ad. Most a fehérjékről még annyit, hogy kevesebb kéne, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a fehérjét lebontja aminósavra a szervezet. Tehát azt mondtuk az iskolában, azért kell nekem disznóhúst enni, mert, vagy a marhát, az állati fehérjét, az áll legközelebb az emberi fehérjéhez, amit utána fölépít. Na most ezt a fehérjét lebontja a kis aminósavakra a szervezet, és fölépíti az emberi fehérjét. Tehát mire van szükségünk? Aminósavakra. Sokkal egyszerűbb csak az aminósavból fölépíteni. Tehát a lebontási folyamat kimarad. Főleg egy főtt, sült, tönkretett húsból, most már antibiotikummal kezelt teheneknek, disznóknak a húsát esszük, jól megtáplálva, jó zsíros és súlyos legyen, ugye a boltit, most hát önök biztos találnak jobbat is a vidéken. De ezt le kell bontani, ettől öregszünk. Na most a növényben tele van aminósavval. A magvak, a gabonák, a gyümölcsök, a fehérjék, a zöld levelek, a sóska, a spenót, a tyúkhúr és a porcsin és a saláták, a káposztalevelek tele vannak. A legtöbb ásványi só ezekben van. És olyan élő enzim, ami segíti a beépülésüket. És tele vannak aminósavval is. Ugye nagyobb mennyiségű fehérje van a magvakban, gabonákban. Hát ezek ugye tartósan táplálóak is, ugye? Na most, hogy miért hoztam ezeket a pástétomokat, babból, meg magvakból? Éppen ezért, hogy próbáljuk leváltani. Mert, és az állati fehérjének mi a káros hatása, és mértéktelenül sokat eszünk, tehát hús, tojás, sajtot együtt eszünk, majd erre is van egy ötletem, hogy hogyan lehetne ezen finoman változtatni. Az állati fehérjének magas a koleszterin tartalma, a káros koleszterin. Tehát ez okozza az érrendszeri problémákat. A növényekben is van koleszterin, de nem a káros. Húgysavval van teli, az meg a érrendszerünket, vagy a ízületeinket teszi tönkre, kikristályosodik, kopnak a térdek, ezért kopnak. Tele van az állati fehérje a hús. Húgysavval. Tele van zsírral. Nehezen emészthető. Nulla a rost tartalma szemben a növényel, amiben van rost, tehát a bél perisztaltikát segíti, hogy ha még le is rakódik valami, ugye, akkor a rostok segítik, hogy kikefélik ugye, a belet, tisztítják, segítik a perisztaltikát, tisztítják, segítik azt, hogy gyakrabban legyen székletünk, stb. Az állati fehérjének nulla a rost tartalma. És ami a nagyon fontos, hogy a kórokozók táptalaja. Laboratóriumonban miben szaporítják a baktériumokat, vírusokat? Húslevesen, meg agar-agaron is, de alapvetően állati fehérjén. Tehát ezért kell nekünk változtatni. Most az, hogy ebben éltünk, és abban a tudatban, hogy ez jó, az nem baj. Minden felismerés egy öröm, hogy lehet ezen változtatni. Tehát ezt a mértéktelen hús és zsírevést, ezt mindenképpen csökkentenünk kell, és átváltani a növényi rostús, vitamindús táplálékokra. Szépen, fokozatosan, nyugodtan. Azt szoktuk mondani, hogy egy tányéron van egy nagy darab rántott hús, meg krumpli, meg egy icipici savanyúság csak dísznek, akkor változtassuk az arányokat, csökkentsük a húst, legyen az kevésbé szaftos, növeljük a gabonaféléket, és tegyük változatossá zöldségekkel, és legyen mindig nyers is az asztalon. És ez szépen lépésben lehet változtatni ezen, és kell is. Hát a fehérjéknek ez a veszélye. Na most a zsír. Ugye itt van ez a cukorbetegség.
az is egy csúnya dolog, és elég utálatosá teszi, hogy megnehezíti az ember életét, hogy azt mondják, hogy na most méricskéje a zsemléjét, azt a értéktelen korpás zsemlét egyen, meg mérik a grammokra, hogy mennyi szénhidrátot egyen, mert ugye mi a tünet cukorbetegségnél? Az, hogy a vérben fölszaporodik a cukormolekula. Van inzulin, egy kicsi cukormolekulára a vérben jön két inzulin, megfogja és be akarja vinni a sejtbe. Ugye megy végig a vércsatornán, a hajszálerekig, be akarja vinni a sejtbe. Na de nem tudja bevinni. Mert ott van egy inzulin receptor a sejtfalon, ami hiába csönget az inzulin, nem tud kinyírni, mert el van dugulva zsírral. Tehát van, felszaporodik a cukor, jön az inzulin, van inzulin még, amíg tönkre nem tesszük az inzulin termelést, nem tud bejutni a sejtbe. És ez adna energiát. Vagy kevés jut be, ugye? Tehát vannak a fokozatok. És a cukorbeteg fáradt. És azt mondják, hogy egyen húst, ne szénhidrátot. A hús, meg a legszárazabb is, tele van zsírral. Annak is magas. Tehát jön a cukorbetegséggel, az érrendszeri betegség, a ízületi betegség, minden. És ezt úgy meg is szoktuk, hogy jó, hát az egyikhez kapcsolódik a többi betegség. Hát nem csoda. Most csináltak kint Amerikában gyerekekkel vizsgálatot, tehát meg lehet nézni, a YouTube-on is van nagyon jó rövid film, a cukorbetegség gyógyítható, talán ezzel egy orvos mondja el 15 percben, meg Budai Éva nagyon jó magyarázatokat ad erről. És ugye ott elhízott cukorbeteg gyerek nagyon sok van Amerikában, hamburgert tesznek meg, nasolnak állandóan. Lényeg az, hogy megvonták tőlük a, hát valamilyen diétára fogták, de ezeket a zsíros dolgokat, egy vagy két hónapig, és a végén kaptak cukordózist, és nem ment föl a cukruk. Tehát elégették a maradék zsírt, és letisztult ez a receptor, és ezután már be tudta vinni a cukrot. Tehát kimondták, hogy a cukorbetegség zsírbetegség. És az összes betegséget végigvehetnénk, hogy visszafordítható. Egy autoimmun betegsége is visszafordítható, nem akarok ebben már belefogni, de, vagy az egyes cukor, de a kettő, az autoimmun hozza majd az egyes cukorbetegséget, megvan a magyarázata. Az a lényeg, hogy változtassunk az életmódunkon és a táplálkozásunkon, ha nagy baj van, tehát van már egy rákos információ, egy komoly fertőzés, akkor ne etessük a rákot, tehát sem a benne lévő gombákat, baktériumokat, tehát ott nullázzuk le az állati fehérjét. És intenzívebben minél több nyerset kell meginnunk, gyümölcsöt, zöldséget, arról majd nagyon szívesen beszélek. De már magunknak jót teszünk, ha a megelőzésnek ezeket visszafogjuk. Tehát az, hogy háromszor együnk, maximum. Lehet kétszer is enni. Tehát van, aki reggel nem éhes. Az igyon sok folyadékot, gyümölcslét igyon, vagy gyümölcsöt egyen, vagy ha az se kíván, és akkor 11-kor megebédel, meg 5-kor megvacsorázik. Ez egy nagyon jó tisztítókúra. Van, aki később kell, és nem éhes. Jaj, de hát kell lenni reggelit. Szóval ezt lehet ezt is kialakítani, az segíti a szervezet méregtelenedését, hogyha csak délbe eszünk, vagy délre eszünk, de ha rendszeresen ezünk, akkor pedig tartsuk be azt, hogy a legintenzívebb az emésztés olyan 7 és 8 között, akkor együnk egy tartalmas reggelit, ami jól esik, jól megrágva, de előtte már igyunk vizet. Mert nagyon fontos, mikor fölkelünk, ha általában a falusiak korán kelnek, de jó is korán kelni, mert akkor dolgozik a vastagbél. A vese is tisztul, akkor, hogyha sok folyadékot iszunk reggel. Az legyen víz, meleg víz nagyon jól segíti a székletet, hogy meginduljon. Vagy egy gyönge gyógytea. Ha valaki nincs meg kávé nélkül, igya meg, de igyon sok folyadékot még. Tehát mossuk a vesét reggel az előző napi lerakódásoktól. Reggel nyugodtan készüljünk, én jó étvágyal egy reggelihez, minden jót, viszlát, és szép nyugodtan együnk, rágjuk meg jól azt a reggelit, nagyon figyeljünk oda, rágásra élvezünk, étkezés közben ne ígyunk sokat. Legjobb, ha nem iszunk, ha nem eszünk, csak annyit ígyunk már, de előtte megittuk azt a 3-4 bögre vizet, ezt a gyümölcsét, ki mit kíván,
erről még lehet aztán részletesen beszélni, hogy mi ideális, de magunkat figyeljük, az a legjobb, és akkor étkezés közben vagy a végén csak annyit ígyunk, amennyi éppen jól esik. De ne az a tudat legyen, hogy kell inni, és akkor egyszerre eszünk, iszunk, mert fölhigítjük az emésztőnedveket. Tehát előtte kell fél órával sokat inni, akkor az beindítja az enzimek működését, és az egész emésztőrendszert, és akkor szépen együnk és élvezzük az étket. Ha lehet, mindig legyen reggelinél is egy kis rost, egy kis uborka, ezt-azt tegyünk, vagy ha répát eszünk, le is reszelhetjük, tehát hogy legyen rost is. Tehát ebben változtassunk. Szevasz, Isten áldjon, puszilag. Jó. És délelőtt pedig dolgozunk sokat, és akkor elfelejtünk inni. És ez most nagyon fontos, mert a nyirokrendszernek pont akkor kell, és nekünk nőknek a nyirokrendszer fontos, hogy kapjon, nem csak a nőknek, férfiaknál, ugyanúgy mindenkinek, hogy délelőtt ígyunk vizet. Mert dolgozunk és elfelejtjük, ugye, hogy jaj, megint nem ittunk, pedig hallottuk, hogy inni kell. Na most ez a Bet Mengele, aki írta ezt a Testünk vizét kiált című könyvet, azt mondta, hogy úgy, mint elején, tegyünk ki egy kancsót oda, hogy legyen előr, hogy amikor jövünk, megyünk, lássuk, legyen ott a pohár, és csak egy kubicával mindig ígyunk vizet, nem pálinkát, vizet. Tehát, hogy foglalkozunk egy picit ezzel, aztán szépen beáll. Vagy legyen nálunk az a flakon, és akkor vigyük ki a kertbe, én is kiskosaramba a telefont, és viszi mindig az ember, most hozzászokott meg a vizet. És akkor délelőtt ígyunk folyadékot. Amikor kezdünk fáradni, evés előtt, ebéd előtt, egy órával, ha van egy kis időnk leülni, akkor együnk meg egy kis gyümölcsöt. Akkor az gyorsan felszívódik, az a sok vitamin. A cukor ad egy kis frissességet nekünk, még ebédig, és utána megehetjük, meg étvágyat csinál, ígyunk vizet délelőtt sokat, és akkor szép nyugodtan ebédeljünk. A leveseket ne együnk olyan hígleveseket, mint szoktunk, legyen inkább tartalmasabb az étel, mert délelőtt ígyunk sokat. Megint ne hígítsuk föl, akkor már is az emésztésünket segítettük, hogyha nem hígítjuk föl az emésztőnedveket. Aztán nagyon nagyot ne aludjunk, főleg ha sokat ettünk, kicsit pihenjünk, vagy kinek mi esik jól, de van, aki azt mondja, hogy legjobb ilyenkor sétálni egyet ebéd után. És aztán a korai vacsora, úgy, mint elején tették, jól tették. Tehát ezeket a jó szokásokat vegyük elő, hogy időben korán vacsoráztak, mértékelettek, nyugodtan, imádkoztak, megterítettek. Hát vigyük bele azt a békességet, amire nagyon-nagyon nagy szükségünk van. És aztán, ha lehet, feküdjünk le időben. Na most valaki fölébred éjszaka. Nem baj. Én is van, hogy föl van, akkor föl vagyok 2-3-kor. Ez nem ideális, de nem baj, ha addig aludtunk egy mélyet, és nagyon nem tudunk, ne forgolódjunk, valamit csináljunk kicsit, és akkor elálmosodunk, vagy kezdjünk, fogjunk egy könyvet a kezünkbe, vagy valamit elintézzünk, valami apróságot, és akkor elfáradunk, csak csöndbe, szép csöndbe, és akkor még vissza tudunk aludni. De az fontos, hogy azért időbe feküdjünk le, és 2-ig intenzív az alvás, de hát persze jobb, ha tovább az a szellemi tevékenységnél van, hogy lassabban alszanak el az emberek, és nehezebben kelnek. Fizikai fáradalmat hamarabb kipihenjük, amikor sokat dolgoztunk. Na most a fő táplálék az a gyümölcs, egész évben van, kora tavasztól késő őszig, mindig van, frissen együk, csökkentsük a befőzéseket, a cukros főtt gyümölcsöt, akkor együnk sokat, amikor van, akár egy gyümölcsnapot tarthatunk, mert amikor a Teremtő adja nekünk, akkor van a szervezetnek szüksége rá. Hát a kora tavasszal, a bőti időszakban, nem az a megoldás, hogy csak pénteken nem eszünk húst, meg egyébként eszünk tojást, meg sajtot, meg mindent. Nem, ezek ilyen formaságok. Együtt tisztuljunk meg a természettel, a növényekkel együtt. Hát azok is ledobták a káros leveleket, megpihentek, gyökérbe lemegy a tápanyag, és újult erővel tisztulnak. Na most a farsang karácsony után nekünk szükségünk van azokra a zöld levelekre, amit a Teremtő ad a bőti időszakban. Nem csak a medvehagymát, hanem a pittypangot, aztán a sóska már ki kell akkor, és új hagymák. Ezeket kell ennünk. Rostok, tele vannak élő enzimmel, a zöld levelek a leggyógyítóbbak.
Ugye nincs benne a cukor, ami esetleg bezavarhat egy betegségbe, egy gomba van a gyomorba, ugye akkor esetleg a gyümölcsre egy ilyen hasmenéses tünetet okozhat. Legtisztítóbbak a bőjti zöldek. Azt kell lennünk. Van még egy kis maradék gabonánk, tésztánk, üvelyes, ezeket kell enni, hogy energiát adjanak, még akkor hűvösebb az idő, és sok-sok zöldet, nyersen. Na most ez, hogy nyersen, hogy együk meg a bőti időszakban, hát erre most kialakult egy nagyon jó ötlet, ezek a zöld kapszuláink, össze kell turmixolni őket. Tehát bevisszük, én is beviszem most egy kis, még hajtottam direkt zöldborsót is, soska is van még, tyúkur is jön, és akkor összeturmixolom egy kis almával, almalével, és megiszom. Ez nagyon jó kapszula. Tudom, mi van benne, és a jó Isten adja, és amikor adja, nekem akkor van rá szükségem. Tehát ezt a hitet vegyük vissza, hogy a teremtésben ez olyan szépen kialakították, hogy mindig az kell lennem, amit ad a teremtő. A természet, az ő maga, ugye? Olyan szép, hogy ugyanaz a szót ő, ugye? És utána jönnek a piros gyümölcsök, ugye? Hát az energiát, a piros szín, ugye, az is föltölt, málna, az eper. Ne főzzük be mint, együnk akkor, tartsunk egy epernapot, málna napot, cseresznye napot, vagy minden étkezés előtt leves helyett jó nagy adagot együnk meg előtte fél órával. Gyógyítólag fog hatni. Amit lehet, aszaljunk. Úgy tegyük el, vagy mélyhűtőbe is lehet eltenni, és akkor télen elővenni. Tehát próbáljunk egy kicsit a lekvárból. Mi magunk együnk, a gyerekeknek is adjunk, kínáljunk, unokáknak is. Aztán van a bőségzavar a nyáron, ugye van minden. Gabona mindig van valami. Azt szoktuk mondani, hogy a köles meg az appehely az fűt, inkább ezt kell télen enni. Nyáron lehet az árpát, milyen jó egy árpa benne a zöldséglevesben, vagy egy árpa, nem csak a hurkába, jó az az árpa. És azt mondják, hogy az hűt, ugye azt inkább a déli országokban van, ugye, ahol melegebb van. Tehát még ezt is lehet változtatni. Ott van a sokféle gabonánk, a kukoricából mi mindent lehet készíteni, a árpa, zab, rozs, búza, tésztafélék, krumpli, tehát változatosan kéne enni gabonaféléket, és tartalmasra tenni akkor délbe. Gyümölcs, igen, akkor a zöldségek ott vannak, abból is igyekezzünk nyersen enni, minél többet. Tehát mindig növekedjen az arány a tányérunkon. Ezen kéne változtatni, és csökkenteni az állati fehérjét. Na most én tudom, hogy hazamennek, fognak enni. Arra figyeljenek az állati fehérjénél még, hogy ne egyenek több félét egyszerre. Tehát, hogyha húst kívánnak, akkor egyenek egy szelet húst. Hogyha kolbászt, akkor az. Ne legyen az, hogy kolbász, tojás, sajt együtt, mert ez a vastagbélnek ez egy nagy támadás. Szóval ezek ilyen rák alapok, főleg, hogy kevesebbet hozunk. Tehát valahogy a kívánságunk szerint, hú, most én egy lágytojást szeretnék enni, akkor mondjuk egy lágytojást, most én azt a kolbászból szeretnék, akkor egyen azt. Vagy kérdezzük meg, te mit kívánsz, kedves férjem, én mit kívánok. Tehát ne legyen egy ilyen erőszak, hogy most ez van, hanem egy picit figyeljük egymást, ki mit kíván. És tartsunk olyan napot, amikor nem eszünk állati fehérjét. Már ez is egy jó, hogy kicsit megpihen a szervezet, ne legyen túlterhelve, mert ezek nehezen emészthetők. Na most a húsoknál, ugye elterjesztődő magyar konyha az csak a pörkölt, gulyás, töltött káposzta, stb. Ez nem igaz, nem ez volt eleinknél, mert hogyha visszagondolunk a régi-régiekre, ahol szabadon sütötték a húst, a lecsöpögő zsírt a kutya nyalta föl, neki nagyon jó emésztő rendszere van, ő azt tudja. Azt a zsírt, koleszterint, mindent meg tud emészteni. Hát valahogy arra kéne törekednünk, a családban, hogyha húst teszünk is az asztalra, mert kívánják, akkor a sütésnél például ne együk meg a szaftot. Ez egy nehéz dolog, de lehet változtatni, hogy kiemelem azt a sült húst, ne legyen benne annyi zsír és koleszterin, és csinálok hozzá egy mártást, egy sóskamártást, tormamártást, zöldségmártást, salátát, akár egy ilyen pástitomot is lehet kísérőnek mellé tenni. Hogy ezen változtassunk, hogy a családunknak ne adjunk annyi zsírt.
A pörköltnél lehet gombapörkölt, zöldségpörköltet is csinálni a nokkedlire. A tésztára nem csak káposztát, nagyon sokféle cukkini, répát, mindent rá lehet tenni. A töltött paprikába is lehet zöldséges rizst belerakni, tehát hogy ne főjön bele mindenbe a húslevesbe is, meg a töltött paprikába, a székelykáposztába, belefő minden a húsból, a zsír, meg a koleszterin, meg a húgysav. Tehát valahogy úgy változtassunk, hogy azért egy kis rántott zellert is lehet csinálni, dinsztelt zellert, a tarlórépát ismerik talán itt a végén. Hát az egy fantasztikus, simán megsütve egy kis körettel. Szóval ilyenekről nagyon szívesen beszélek, hogy hogyan lehet egyszerűen és gyorsan és finomat készíteni. Egyszerűen, gyorsan, olcsón és finomat. És megérezni azt, hogy minél természetesebb az a növény, amit az asztalra teszek, ugye minél kevésbé van kutyulva, annál ízletesebb és finomabb. És az a cukkini főzelék vagy tökfőzelék, az lehet nagy, hogy nem kell feltétlenül rá a sült oldalas. Lehet mellé rakni egy gabonafasírtot, egy sült krumplit, tehát lehet változtatni. Nagyon jó fasírtokat készítek, amiben nincsen hús. És unokáim előszeretettel kérik mindig, és mindig másképp sikerül, mindig másképp finom. Tehát ilyenekről én nagyon szívesen eljövök, és így ezeket a gyakorlati oldaláról is szívesen beszélek, vagy megbeszéljük, vagy biztos vannak tapasztalatok is, tehát akkor már egymásnak is tudunk átadni. Én itt azt szerettem volna megvilágítani, rettentően fontos, hogy ezt az elsavasodást ne csináljuk, ne hagyjuk, mert ez a kórokozók táptalaja, és ott van az a sok káros anyag, ami viszont az érrendszeri, ízületi problémákat okozza. Van nekünk még tisztító szervünk, a vesénk meg a májunk, ami segít, de kínlódik már, nagyon kínlódik. Tehát ezzel, hogyha így visszalépnek, hogy mértékletesen egy félre állatfehérje, sok zöldséget próbálunk, akkor másokat tettek, és mivel a vesénk és a májunk gyengén működik, nagyon javaslom, hogy egész nap, minden nap csinálnak valamilyen, barátkozzanak meg valamelyik vese és májtejával, hogy segítse ezeknek a tisztulását, hogy kíméljük a táplálkozással, gyógyítgassuk ezekkel a tejákkal. Én nagyon szeretem az apró bojtorján teát, cickafark is jó nekünk, stb. És hát kihatnak ezek a, hogyha méregszerető szerveink eldugulnak, például, hogyha vese dugul, az légutakra hat, tehát összefügg a légúti allergiákkal, a bőrallergiák a májjal függenek össze, és figyeljünk oda, mert a méhünk is egy tisztító szervé vált, és azzal, hogy az nem egy egynapos tisztulás a nőknél, hanem 5-6 napra elhúzódott ezzel a civilizációs kultúrával, tehát gasztronómiával. Ugye a természeti népeknél ott a csillagálláshoz kapcsolódik a vérzések ideje, és rövid idő alatt zajlik le, és nálunk a civilizációval ez sajnos ez kitolódott össze-vissza is lehet sokszor, meg hosszú lett. Bizonyos szempontból jó, mert méregtelenedik a szervezetünk, tehát a vér ilyenkor kidob méreganyagot is, nem csak vért veszítünk, csak két dolog van, kétszer marad abba a vérzés. Egyszer időskorban, és ugyanúgy táplálkozunk. Hova megy el? Nem megy el. Ezért vannak a méh problémák, és a mell problémák, és a nyirokrendszeri problémák, tehát nagyon fontos, hogy odafigyeljünk mi nők erre. És még egyszer abban marad, amikor a anyuka várandós lesz. És már ők is rozogák, ezek a fiatal anyukák, és akkor jön a terhességi toxinózis, a terhességi magas vérnyomás. Hát persze, mert az anyukából nem megy el az a méreganyag, amit össze szokott enni, hanem visszakerül, mérgeződik az anyuka is, meg a baba is. És ebben a civilizációs fejlődésben élünk. Hogy azt mondják, hogy az egészségügyeket kell támogatni. Nem, tanítani kéne egészségesen élni. És nem az egészségügyet kell, olyan szempontból, persze támogatni kell, hogy mindenki kapjon ellátást, de nem a műtétek számát kell, nem a Lombik Baby programot kell növelni, hanem el kell küldeni az Aviva tornára őre, amit kifejlesztett itt Sarkadi Lívia, és már minden megyében van oktató, hogyan indulhat be természetesen a méhműködés, és jönnek természetesen a babák. És megetetik őket, hogy csak lombikoznak. Ezek a gyerekek már nem
tudom, sérültek. Már a császár sem az ideális, mert az is egy kényelmes műtét. Most jön a lombikozás, és akkor valaki jó üzletet akar, akkor tolókocsit gyártson majd, meg ilyenekkel foglalkozom, mert ez a jövő útja. Nem. Tehát vissza a természethez, nem a fákhoz, de hanem kapcsolódni, együtt élni a természetbe, nyugalomban, békességben, kiegyensúlyozottan, mértékletesen, örülni minden színnek, minden termésnek, az esőnek is, a napsütésnek is, és figyeljünk egymásra és magunkra. Köszönöm, hogy meghallgattak.